Sziasztok, friss ropogósak! Mai videóban meg fogom mutatni, hogy miket kaptam karácsonyra, ami hát nem dicsekvés szeretne lenni. De hát most ezeket fogom bemutogatni, itt a földön vannak, és ezért fog itt most végig hajogatni. És ilyen lett a haja, amit beszíneztük. Hát most nem annyira látszik, de ez rózsaszín, ez meg kék. A kék az még kevésbé látszik, de... Nem mindegy, azért van két szobba. Az első... Jaj, ilyen cuki sapka! Cuki sapka, én csak így hívom. Nagyon puha. Ilyen. Annyira tetszik. Már ezt nézegettem végig, hogy így fogdostam. Direkt nem akartam előre megnézni, mert ezt már tudtam előre, hogy ezt szeretném. Ezt úgy rendeltük. Jaj, de imádom, hogy kis puha. Aztán, amit még tudtam, hogy lesz, ez egy ilyen könyv. Ugye ez már második. Vagy második, már az első nekem már megvan. És akkor, hát az elsőt sem olvastam ki még, de... Most csak megvettük a másodikat. Úgyhogy ez, amit tudtam, de ezt úgy anya vette küldetet, ez, amit nem magamnak vettem, de végig is tudtam róla. Aztán egy ilyen könyv, amit ugyanúgy nem tudtam. Jó, nyomdaszaga van. Ez egy ilyen hasznos könyv. Tök jó, jól néz ki, kis cuki. Erről azért már tudtam, egy ilyen parfüm, az álom parfümöm. Nagyon illatom, amelyik érezett abban a kívül. Az a tervem, hogy ezt úgy... Nem tudom, videón kívül bele fog-e férni ebbe a videóba, de majd úgy kibontom, és akkor megmutatom, nyilván még ebben a videóban benne lesz. Mert ezt nagyon nem tudtam, és nagyon meg is lepődtem rajta, egy ilyen óra. Ilyen faóra, ezt így, amikor kibontottam így most, akkor itt ki nem nézni belőle, hogy ez óra, mert tényleg semmi fény nincs rajta, csak amikor bekapcsoljuk, akkor azon belül fog így látszódni. Hát nekem pont ilyen világosabb verziója van ebből, mert ez. Vagy valami ilyesmi, nem tudom. Ezt tud ébresztőt csinálni, meg a dátumot mutatja. A hőfokot, mindent. Ez nem tudom, hogy ez itt mi akar lenni, de ez hasznos, mert ilyet szerettem volna. Ilyesmi órám van a szobában, mert mindig ilyen fajta az óra, csak a végre lesz egy modernebb fajta. A lámpa tükröződik, amit még tavaly kaptam. Aztán apucitól kaptam egy ilyen egyszarvús labdát, ami szét lesz edés. Azért, mert hogy mindjárt mutatom, hogy micsodákat lehet benne tárolni. Szóval, hogy ezeket... amiket ő gyűjtött össze, és ezeket azért szeretem, mert egy durma, ilyen jó minőségű, csak hát ez kiszárad, úgyhogy ez azért jó, mert abban bele tudom rakni. Azért jó, mert kiszárad, jaj, de vicces. Hogy ne száradjon ki, azért rakom bele abba az egyszarvús gömbbe, azért ez eléggé sok. Ezt nem lehet egyszerre megfogni. Gumicukor, chips, ez azt hittem, hogy csak az ismerősöknek adunk, de végül én is kaptam egy ilyent, ez ilyen eredeti, finom. Gondolom, amit még nem ettem. Aztán van ilyen rajzlap, ami azért érdekes, mert én művészkedek, és hát én mindig ilyen egyszerű lapokra szoktam művészkedni, és ez egy nagyon jó minőség, hogy az ilyen gyönyörű művészeti alkotások is ilyenekre szoktak készülni, és akkor végre nekem is van egy ilyenem. Ez tényleg olyan jó minőségű lap, úgyhogy nagyon jó. És végezetül, basszus, majdnem lejtettem az állványra. Szóval végezetül hangfal. Ilyen nem már nekem volt idén, hát nyilván picibe volt kicsi hangfalam, és akkor ez tönkrement, vagy valami baja lett, ez most, de ez már tuti nem fog tönkremenni, és ez ebből aztán fog üvölteni a zene. Nem is kicsit, ezt majd fogom használni, hát még nincsen kibontva. Fogok ezt kinyitni. Ezt úgy voltam vele, hogy én nem akarom szétszedni tojástartóra emlékeztető anyag. Na. Milyen erősök, egy kézzel megtartom az egészet. És egy a... Na most azóta telefont váltottam, az apuci telefonjával veszem fel, mert másik nem bírta. Itt van a parfüm, és akkor most fogom kibontani. Ez mégiscsak ez már az álom parfüm volt. Cuki, itt van rajta. Előről ilyen, meg hátulról ilyen. Az árát nem szedtük le, de ugye már úgy is tudtam, hogy ezt fogom kapni. Jaj, de jó! Hát ezt nagyon szépen bontottam, hogy mit nem mondjuk. Jó, mindegy, ott van a kuka, de én azért is előre dobom. Hú, de jó, ilyen fogdosós. Jaj, de ezt ki fogom majd tenni így a dobozát is. És akkor most jön a lényeg, hogy néz ki a parfüm, jaj, de izgi! De jó, hogy nem tudom kinyitni, mert féltem a dobozt, nem akarok nagyon bele döfni, úgymond.
Na szóval, minden behallatszik. Íj, de jó! Jaj, kiszedtem belőle a lényeget. De cuki pici! Ez pont a kezemre áll, mert a boltban ilyen hatalmas nagy volt, és így nem lehet fogni se. De jó! És ez az enyém. Az az enyém. A doboz is tök szép, nyilván megtartom. Kis cuki pici. Jaj, csak könnyen kiszedem belőle. Na. Mi van ezzel? A kezemre inkább, mert... Jó illata van, csak most elsőre tömény, de amúgy jó illata van, tudom én. És így... De jó! Hogyha kifogy egyszer, akkor attól még ez jó lesz. Milyen cuki pici! Ez nagyon tetszik. Álom parfümöm. Meg van véve. Jaj, de olyan illata van. Jaj, de jó. Tök cuki pici. Ez nem pici, mert ez a normál méret igazából. Tehát ennél ami nagyobb, az csak a, már ilyen extra nagy. Tehát ez az, az eredeti. Ekkor, de szerintem, hogy aki ilyet szeretne venni, annak azt ajánlanám, hogy ekkorát vegyem, mert az ilyen nagy méret, az nem áll kézésre. Kapkodok reggelent, hogy fújnám magamra, azt így duszt lejtem, az nem kellemes. Jó, ez a kupakja. Úgyhogy ilyen nagyon elégedett vagyok vele. Tök jó, és olyan illata is, olyan kellemes illata van. Meg a sapkával együtt így ezeknek örülök a legjobban. Tök jó. Úgyhogy ja, ennyi volt ez a videó, és még egyszer mondom, hogy ezt nem dicsekvésből csinálom, csak úgy csinálom, mert ez is egy videó típus, és akkor gondolom, hogy én is megcsinálom. És akkor holnap jönnek az ismerőseink, és akkor tőlük is kapok majd egy-két ajándékot. Egy-két ajándékot. Én kemény a nyelve. Ja, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, akkor nyomjatok rá ilyen kedvelést, ilyen kezecskét, ahogy én mondanám. Iratkozzatok föl. Itt van ez a szépség. De meg úgy is csinálhatom a képet. Úgyhogy ja, sziasztok, friss ropogósak!